199 cm, Sterk Katalin magasugró 1982-ben Milánóban felállított fedett pályás magyar rekordja jelenleg is élő csúcs. Nagyon nagy élmény, és nagyon örülök, hogy a mai napig, hát annak nem igazán, hogy nem döntötték meg, mert akkor azt jelenteni, hogy valaki feljövőben van. Hát ez 40 éve, ez nagyon nagy dolog, még most is világversenyt lehet vele nyerni. Akkor én 40 éve ezelőtt harmadik lettem ezen az EB-t, de mind a hárman ugyanennyit ugrottunk. Tehát az első, második, harmadik, csak kísérlettel lettem én harmadik, és ez akkor Európa csúcs volt. Úgyhogy azóta a fedett pályán nem döntötték meg. Örülök, mert nagyon nagy élmény volt, és ezt azt hiszem soha nem vehetik el tőlem. Itt nőttem fel, itt van az első edzőm, Henyes László, Sigér Zoltán, akkor ugye utána a Tihanyi József lett a TF-en. Mindig szeretettel várnak benne, meg a Salamon Zolival nőttünk együtt föl, tehát sok olyan van, akivel Zoli, hát Társi Zoltán, úgyhogy mindig szeretettel jövök ide, és szeretek ide jönni. Az idén 40 éves eredmény kapcsán a nyílt magasugró versenyen köszöntötték a bányász egykori atlétáját. Nem most született ez a szép eredmény, és mind a mai napig nem tudták megdönteni ezt a rekordot. Ez azt mutatja, hogy időtálló volt az a sportolói teljesítmény, amit a Kati letett az asztalra, de még nagyobb dolog az, hogy az onnan eltelt időben sem fordított a hátat az atlétikának, és rendszeresen ellátogat ide a Tatabányai Sportklub atlétikai szakosztályába, és akkor kell megnézni, amikor bekerül a gyerekek közé, hogy az őt hogy felvillanyozza, és hogy kivirágzik, és a gyerekeket kell megnézni, amikor találkoznak egy olyan példaképpel, aki után lehet menni. Akinek a példája azt mutatja, hogy van értelme az elvégzett munkának, szép eredményeket lehet elérni, de csak akkor, hogyha valaki szorgalmasan készül, edz, a benne lévő tehetséget csak így lehet kihozni és nagy eredményekre sarkalni önmagát. És akkor itt jön az, hogy közben meg azon dolgozgatunk, bitkörgetünk a Tatabányai Sportklubbal, az előző önkormányzati vezetéssel, is dolgoztunk annak érdekében, hogy a Tatabányai Sportklubnak a létesítményei azok megújuljanak, és azok a hiányosságok, amelyek még föllelhetők, azok pótlásra kerüljenek, ilyen ez az ugrócsarnok is. Ennek köszönhetjük az itt folyó szakmai munkának, illetve a létesítménynek, amelyet a Magyar Atlétikai Szövetségi, az önkormányzat és a Tatabányai Sportklub közös összefogással tudott megvalósítani, azt, hogy nemzetközi sporteseményeket, versenyeket is meg lehet rendezni, ilyen rangos magasugró rendezvényeket is el lehet hozni Tatabányára.